A végjátékban rúgott gollal tudott nyerni a Sepsi Szentgyörgyi Sepsi USK a Jászvásári Poli ellen a labdarúgó első 24. fordulójában. Ez volt a századik élvonalbeli mérkőzés a klub történetében. Nagyon készültek a Jászvásári Poli elleni első ligás labdarúgó mérkőzésre Sepsi Szentgyörgyön, hiszen jubilált a klub. Századszorra lépett pályára az élvonalban. Nem csak ezért kellett azonban a siker, hanem mert javítani kellett a nagyszebeni döntetlen után, amikor könnyelműen engedett ki a kezéből a csapat két biztosnak tűnő pontot. A győzelmet végül 1-0 arányban Sáfránkó 85. percben szerzett találatával sikerült megszerezni. Nagyon sokat átzettünk, nagy, eh, elég nagy nyomás volt rajtunk a héten. Úgy mond, mindenki ki nagyon várta ezt az itthoni győzelmet, úgy, hogy mondtam, a századik mérkőzésen, és örülünk, hogy ezt a három pontot is tudtuk tartani, és reméljük, hogy a következő mérkőzésen is sikerülni fog. A századik élvonalbeli meccsen az átlagosnál több néző tapsolt a sikernek. Diószegi László klub tulajdonos arról beszélt, hogy rájuk gondolnak, amikor javítani szándékoznak az eddigi első ligás mérleget. Ha Istennek sikerült kicsikarnunk a győzelmet, még ha nehezen is, nem az a lényeg, hogy... hogy, hogy eh, mi nehezen vagy könnyen, az a lényeg, hogy megvan a 28. győzelmünk, ugye még 29 döntetlenünk is van, én azt mondom, hogy ideig tisztességesen hájtaltunk, és ettől arra fele még javítani akarunk ezen a rangsoron, mert eh, mi a szurkolókét vagyunk, ez itt a csodálatos táborét és a szurkolókét leszünk továbbra is. A bajnokság vasárnap folytatódik a Sepsiszentgyörgyi csapat számára, amikor ismét hazai pályán játszanak. A 25. forduló keretében 17 órai kezdettel a Fécső Botosány együttesét fogadják.